Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 53. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nagyon régen vártam ezt a beszélgetést a 2003-ban megjelent a Mag című filmről, amely történet egy fikciós küldetést követ nyomon a Föld középpontjába, ahol egy csapat tudós megpróbálja nukleáris robbantások útján újraindítani a Föld magjának forgását, elkerülve ezzel az emberi civilizáció végét. Mai műsorunkban tehát az általam rendre a világ legtudománytalanabb tudományos fantasztikus katasztrófa filmjeként apostrofált alkotás, az abban felvázolt történet, látvány és megjelenített technológiák tudományos megalapozottságát vizsgáljuk majd állandó partnereimmel. A téma tudományos vizsgálatában ezúttal is beszélgető társam lesz Ivanis Rigel Klaudia földrajztanár, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklós fizikus és klímakutató, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Hello, sziasztok! Még mielőtt belekezdenénk, szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy támogatásotokkal nagyban hozzájárulhatok tudományos ismeretterjesztő munkánkhoz és a Parallaxis univerzum tágulásához. A részleteket megtaláljátok a donate.emtv.hu címen. És még egy izgalmas programajánlóval is adós vagyok, ugyanis október 17-én a Friends of Star Trek nevű eseményen vendégeskedik a Parallaxis, ahol Csaba és Miklós megvizsgálja, hogy mi történik a Star Trek kapcsolatfelvétel című 8. mozifilm, valamint az Enterprise című sorozat között. A naprendszer és távolabbi világok benépesítéséről, az első emberi kolóniák létrejöttéről október 17-én vasárnap délután a Vault 51 Gamer Barban az Oktogonnál. A Star Trek szerint tehát 2063-ban megtörténik a kapcsolatfelvétel a vulkániakkal, aztán majd 100 évvel később felszáll az első 5-ös fokozatra képes csillaghajó, az NX-01-es Enterprise 2151-ben. A valóság és a fikció kapcsolatát majd az eseményen Csabával megbeszélitek, de mondd kérlek, Miklós, a valóságban szerinted a vulkániak nélkül mennyi esélyünk van kijutni a csillagokba, esetleg lehagyni a Voyager szondákat? Időkérdése a dolog, szerintem van rá esély, a bővebbi további gondolatokat, mert ugye persze valóban meghallgathatjátok, amikor Csabával megbeszéljük. Szerintem még az is lehet, hogy a gyerekeink generációja megéli azt, hogyha nem is emberek, de az embereknek valami küldeményei eljutnak a csillagokhoz. Izgalmasan hangzik, no de most térjünk vissza a Földre az űrből, hiszen bolygónk magja felé vesszük az irányt a Vergilius fedélzetén, és kezdődjék hát az utazás a Föld középpontja felé. Verne Gyula pedig egy másik idővonalon 1864-ben most épi szét a kéziratot. Bár meg kell hagyni, a témában vannak meredekebb alkotások is, mint a Paramount Pictures által jegyzett a Mag. A 2003-ban készült katasztrófa film maga a tudományos katasztrófa. Persze ettől még jó magam is egyfajta perverz vonzódást érzek arra, hogy időnként újra nézzem. Egy szó mint száz, mai műsorunkban megvizsgáljuk ennek a csodás mozifilmnek a tudományos megalapozottságát. Kezdjük az alaptézissel. Le tud-e állni egyik pillanatról a másikra a Föld magjának forgása, és amennyiben leállna, ilyen hatásokat tapasztalnánk-e, mint amit a filmben is látunk? Most, hogyha egy rövid és tömör választ szeretnél a kérdés első felére adni, tehát arra, hogy le tud-e állni egyik pillanatról a másikra, és itt tényleg szó szerint értsük az egyik pillanatról a másikra kijelentést, akkor igazából az a válaszom, hogy nem. Tehát egyik pillanatról a másikra azért nem tud leállni. Ez hosszú millió éveknek a folyamata. Természetesen egy bolygónak a magja képes kihűlni, ahogy azt látjuk például a Mars esetében,
Még egyszer mondom, ez azonban hosszú, sok millió évnek a folyamata kell hozzá, másrészt pedig rengeteg hatás. Most, hogyha megint a Marssal példálózok, akkor ugye az csak fele akkora, mint a Föld. Ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a Marsnak a magja leállt. A másik, hogy hát ilyen hatásokat tapasztalnánk-e, mint amit a filmben is látunk, hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagy nem feltétlenül. Én is azt gondolom, hogy hát alapjában a film az nyilván baromság sok szempontból, hogy a Föld magja egyik napról a másikra leállna, az nyilván elképzelhetetlen. Viszont azt hozzátenném, hogy olyan már a Föld történetben többször is volt, egyébként az emlegetett Mars esetében is, de mondom, a Föld esetében is előfordult, hogy a Föld mágneses tere irányt váltott. Tehát nem az, hogy kikapcsolt a Föld mágneses tere, de irányt váltott. Ugye, de hogy függ össze ez a maggal? Tehát miért beszélek én a mágneses térről, amikor ugye a magról akarunk beszélgetni? Hát ugye azért, mert ugye arról van szó, amit egyébként, hogy mondjuk valami jót is, a film az helyesen megragadja azt, hogy a Föld magjának milyen a szerkezete. Ugye van a belsejében egy szilárd mag, ugye hiába több ezer fokos, és van, fémből van, de mégsem olvat, mert akkora a nyomás, hogy a szilárd, a magnak a belső része, és akörül van egy folyékony, olvat fémes rész, és ez az olvat fényes ionizált valami, az körbe-körbe áramlik, és ez kelti, ugye, mint a dinamó, úgy is hívják, hogy magnetohidrodinamó, ez kelti a Földnek a mágneses terét. Na most azt ugye tudjuk, hogy persze, az, hogy a körbeáramlás iránya határozza meg azt, hogy hogy áll a mágneses tér, és arra viszont van bizonyíték, és néhány tízezer évente elő szokott fordulni, de az az legérdekesebb, hogy nem szabályos időközönként, hanem kvázi véletlenszerűen, úgy is mondhatjuk, hogy kaotikus módon, hogy irányt vált, tehát ami eddig északi pólus volt, az a déli pólus lesz. Ez ugye pontosan annak felel meg, hogy az köráramnak az iránya megfordul. Na most ez marha érdekes, és ez ugye többször is előfordul, de pontosan ezt kell megérteni, hogy bár az irányváltás többször megtörtént, de ez nem úgy történt, hogy megállt az áramlás, és elindult a másik irányba, hanem úgy történt, hogy mint egy pörgettyű valahogy megfordult a földtörténet során sokszor már ez az irány, de nem úgy, hogy közben bármikor, akár csak egyetlen percre leállt volna eddig a Föld magjában ez a köráramlás. Az biztos, ahogy Claudia is mondja, hogy a Mars az kihűlt, mert a Mars pici, szerencsére a Földbe, és akkor ettől ugye aztán megszűnt ez a köráramlás a belsejében, és megszűnt a mágneses tér, és hát ugye csúnya világ lett ott. De a Föld esetében ez a veszély, ez hát szerintem a belátható időn belül, ami alatt mondjuk évmilliárdos skálát értünk, vagy legalább 100 millió éveket, ez nem fenyeget ez a veszély. Mennyire jó szuperhős név, hogy magnetohidrodinamó, nem? De tudom, hogy az X-Menben van egy magnetó, de azért ez például ez egy olyan dolog, amit ezt a film kihagyta, ezt a magas labdát. Ezt a magas labdát. Így van, így igen, van. Lett volna még benne lehetőség. Én azért még kreténebb belementem volna, ha már egy ilyen filmet kell készíteni. Na erre majd visszatérünk, de most mindketten mondtátok, hogy ugye függ a nagyságtól, ha jól értem, tehát egy bolygó nagyságától, hogy mennyire stabil a magja tulajdonképpen, tehát hogy van egy limit, egy alsó limit, ami alatt, ha túl kicsi egy bizonyos bolygó, akkor úgy biztosra vehetjük, hogy ennek a magja majd előbb-utóbb ki fog hűlni, vagy azért ez más hatásoktól is függ. Na most kezdjük akkor ott, hogy van egy ilyen fogalom, hogy differenciálódás, és most egy nagyon csúnya szót mondtam, úgyhogy mindjárt megmagyarázom. Tehát ugye, amikor egy égitest kialakul, főleg, hogyha már elég nagy, akkor a benne lévő anyagok, azok differenciálódnak, vagyis elkülönülnek benne. Ez azt jelenti, hogy a nehezebb anyagok, mint ugye például a fém, azok lesüllyednek, és ott alkotnak egy központi magot.
a könnyebb anyagok, a szilikátos összetevők, a kőzetek, azok pedig e köré, a fémes mag köré fognak súly szerint tömörülni. Hogyha ez még így mindig kevésbé érthető, akkor ezt szoktam úgy magyarázni a gyerekeknek, hogyha fogunk egy nagy üveg, mondjuk akváriumot, és akkor egyszerre dobunk bele homokot, kavicsot, meg fémdarabkákat, akkor ugye a fémdarabka az egyből le fog süllyedni az aljára, a kövek azok arra rátelepednek, a homok pedig szépen leülepszik a tetejére. A nagyobb bolygóknak, illetve egy-egy kis bolygónak is a szerkezete ilyen differenciáltan néz ki. Igen, és ugye nyilván az van, hogy ugye a belsejében, ugye ahhoz, hogy köráramlás legyen, ahhoz kell, hogy legyen egy olyan rész, ahol olyanok a nyomás és hőmérséklet viszonyok, hogy ugye körbe tud áramlani a cucc. És ugye azt kérdezted, hogy ez mennyiben függ attól, hogy mekkora a bolygó. Hát én szerintem egyrészt persze nagyban függ, mert nyilván ahhoz elég nagynak kell lenni a bolygónak, hogy legyen egy olvad belseje. Viszont nem csak attól függ, mert ha belegondoltok, máshogy is elő lehet azt idézni, hogy folyamatosan olvadt állapotban tartjuk egy égitest belsejét, az pedig az úgynevezett árapály, fűtés, mert ugye az is lehet, hogy egy bolygó közelében van egy másik bolygó, ha úgy tetszik, vagy bolygótest közelében egy másik bolygótest, ami ugyanúgy, hogy a Földön az árapály az mozgatja a vízfelszínt, persze nem csak a vízfelszínt mozgatja, tudjuk jól, hanem egyébként a kéreglemezeket is, ott a Föld belsejét is, és ezzel ugye úgymond fűti a Föld belsejét, hiszen a mozgás az ugye hővé alakul lényegében, erről szól az árapályfűtés, és ennek egy extrém példáját látjuk például a Jupiter Io nevű holdja esetében, ami egyébként egy kicsi égitest, tehát az alapján egyébként nem kéne, hogy olvat legyen a belseje önmagában, viszont annyira közel van a Jupiter, hogy a Jupiter, mint bazinai gravitációs test, az így rángatja és nem hagyja megszilárdulni a belsejét ezáltal, és valóban annyira nem, hogy konkrétan az az egyetlen hely a Földön kívül, ahol működő vulkánokat lehet megnézni a naprendszerben, tehát ott rendszeresen folyamatosan vulkánkitörések mennek össze-vissza, pedig az egy kicsi égi test, szóval vannak ilyen lehetőségek is, de hogyha ezt leszámítjuk, akkor valóban az van, hogy a kis égi testek hamarabb kihűlnek. A Holdnak igen. Is volt meleg korszaka, mármint hát most ez nem tudom, hogy mennyire, hogy most elkanyarodjunk ebben az irányba. De mindegy, szóval egy magas hőmérsékletű korszaka volt a Holdnak is, de hát ugye most már csontszár az a belseje. Én még gyorsan annyit tennék hozzá, hogy ugye a Földnél például a mágneses mezőnek a, hát úgymond a jelenlegi kinézetéhez nagyban hozzájárult a Holdnak a kialakulása is, ugye a Holdunk az úgy alakult ki, hogy a Földet súrolva eltalálta egy körülbelül Mars méretű, tehát a Földhöz képest fele akkora égitest, a Theia Fantasia nevű égitest, és ez az ütközés is hozzáadott némit a Földnek a mágneses mezejéhez. De akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a Marsnak pehje van, mert nincs egy legalább ekkora kísérője, mint nekünk a Hold, vagy legalábbis a maga nagyságához képest, vagy mondjuk ez nem segítene a Marson? Nem, a Marsnak az a baja, hogy pici. Igen, de szerintem segíthetne rajta. Tehát a Földnek biztos, hogy egy nagy szerencséje, hogy van a Holdunk. Egyébként, ez többször is kiderült a földtörténet során, és szerintem a Marsnak is jól jött volna valami komolyabb. Tehát lehet a Marson szerintem, nem számoltam ki nyilván, de lehetne a Marson akkora árapályfűtést csinálni, hogy az Io esetéhez hasonlóan olvadt maradjon a belseje. Az Io az kisebb, mint a Mars egyébként, és mégis olvadt a belseje. Tehát valami bazinagy holdat odavontott az ember a Mars mellé, akkor hát lehet, hogy lehetett volna valami ilyet csinálni, de... Hát ez érdeklődés hiányában ez elmaradt. Erre az akcióra még a Paramount Pictures sem vállalkozott volna. Szegény Marsnak csak két befogott aszteroidája van. No de mitől áramlik? Hát nyilván akkor nem a bolygó forgása miatt ezek szerint, hanem valami mástól, mondjuk ilyen hidrodinamikai elvek érvényesülnek, vagy hogy működik ez ott bent iszonyat nagy nyomáson és hőmérsékleten a bolygónk belsejében? Hát szerintem az nagyon fontos ebben, amit mondott Claudia. Például az a surlódó becsapódás, az például forgásba hozhatta, de vannak, akik azt mondják, hogy a naprendszer kezdetéből maradt perdület
az, ami megőrzött tulajdonképpen ez a munka. Maradjunk annyiba szerintem, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, amikor van két ilyen elmélet, hogy na, lehet, hogy ez, lehet, hogy az, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy maradjunk annyiban, hogy is. Tehát, hogy én úgy azt gondolom, hogy mind a kettő hatással van rá. Igen, de azt tudod, hogyha mit tudom én, van ez a, ugye ez a perdület megmaradás nevű dolog, ami ugye azt jelenti, hogyha van mondjuk egy mit tudom én, jégkorcsolyázó nő, ugye, aki pörög, és akkor látjuk, hogyha, de lehet fiú is, hogyha mindegy. Szóval a lényeg az, hogy korcsolyázik, pörög, de ha behúzza a kezét, akkor látjuk, hogy gyorsabban pörög. Miért? Mert hát ugye megmarad a perdület. És amikor összehúzódik egy bolygónak a belseje, ez a differenciálódás során, amit mondott Claudia, akkor ugye összehúzódik a nehéz anyag a belsejébe, és akkor persze ez azt is jelenti, hogy annak felgyorsul a forgása, tehát az egésznek a perdületét az összehúzódott cucc örökli meg, és ezért lehetséges akár, hogy ez valami, az összehúzódó anyag, a naprendszer keletkezésekor összehúzódó anyag kezdeti perdületéből maradt meg. A jégkorcsolyázó esetében, ugye ott a surlódás, ahogy a jégkorcsolya surlódik a jéghez. De hát azért a Föld magjában is nyilvánvaló a surlódás, hogy ezt a perdületet nem veszíti el ilyen sok millió éven át. Stabil, tehát az van, hogy veszíti egyébként, sőt az emlegetett Hold is biztos kicsatol belőle. Tehát az, hogy a Hold kering körülöttünk, az is tulajdonképpen ezt fékezi egyébként, tehát ugye kettős a hatása a dolognak. Hiszen hát a bolygónk forgását is fékezi, tehát hogy most már nem 6-8 órások a nappalok, hanem 24 órások. Így van, pontosan. Nagyon jól mondod. Szóval fékezi, csak még mindig nem fékezte le eléggé, mert ahhoz képest, hogy mekkora a perdület, ahhoz képest a surlódás úgy tűnik, hogy kicsi. Tudjuk egyébként, most nyilván így nem ZH-t iratok veletek, de hogy amúgy a tudomány tudja, hogy amúgy mennyivel forog a Föld magja? Tehát ezt ki lehet számolni mondjuk? Természetesen ezt lehet tudni, mérések alapján, bár csak becslések vannak, de ez egy pici, egyébként egy lassú forgási érték, ami egyébként azt jelenti, hogy néhány fok évente. És emiatt van az, hogy egyébként annyira borzalmasan nem erős a Földnek a mágneses tere, hogy a minden vasorrubába oda repüljön az északi sarkra, ugye? Tehát nem erről van szó. Tehát ez egy olyan értelemben gyengus mágneses tér, hogy ez az úgynevezett szuperrotációja a Föld magjának. Ez tényleg csak azt jelenti, hogy tudom én, ilyen becsések vannak, hogy 0,5-1-2 fok per év, ugye? Tehát, hogy ez alapján ugye mi ez, hogy 360 év alatt ér körbe, ha jól értem, amit olvastam. Viszont ez bőven elég ahhoz, hogy fenntartsa ezt a nagy mágneses teret. Én nekem ez teljesen újszerűen hat. Én azt hittem, hogy a Föld magjában a forgás az egy ilyen nagyon intenzív, talán még a bolygó forgásánál is gyorsabb tempójú dolog. Ez most így nagyon... Na jó, igen, de különítsünk el két dolgot. Tehát amiről én beszéltem, az a Föld magjának a körbeforgási ideje. Igen. Az nem azonos azzal, hogy az olvat magban a körbeáramlási ideje az olvat fémes anyagnak az mennyi idő. Az persze sokkal gyorsabb, természetesen. De az az érdekes, amit mondok, hogy maga a mag is forog körbe. Nem tudom, hogy ez benne volt-e a filmbe, de hogy maga a mag az forog amúgy a Földhöz képest szintén, ami egyébként meg belejátszik abba a dologba, amit korábban említettem, hogy nagy ritkán előfordul, hogy irányt vált a mágnes, és tényleg ez az egész mag át tud fordulni egy másik irányba. Tényleg, mint azok a fajta pörgetjük, amik ilyen fából készülnek, ilyen félgömb alakúak, és kilóg az aljukban egy pöcök, tudjátok, amiket ha elég gyorsan megpörgeted, akkor fejre tud állni, és aztán így egy idő után, amikor lefékeződik, akkor visszaáll a másik irányba, tehát így több stabil állapota van. Ez például bizonyos szempontból egy meglepően jó modellje a Föld magjának, ami tehát bukdácsol, és hát ez azért tud problémákat okozni. De hát mondjuk úgy, hogy majdnem úgy, mint a filmben, de hát nem, azért nem. Na jó, meneteljünk akkor a fantasztikus film fele, és vegyük alapul, hogyha tényleg leállna a bolygó magjának forgása, akkor lehetséges lenne ezt így egy nukleáris robbantással, vagy akár robbantásokkal újraindítani, és ha igen, akkor hát adódik a kérdés, hogy hány megatonnás robbanás kell, és lenne elég tűzerőnk? Na most ugye megint röviden és tömören válaszolva az első kérdésre, tehát hogy egy
darab nukleáris robbantással újra lehetne indítani, megint csak a válasz nem. És akkor itt most hadd fűzzem hozzá, hogy ez a tipikus ilyen 90-es évek vége, 2000-es évek eleje című katasztrófa film, hogy van valami probléma, oldjuk meg egy atomrobbantással. Tehát ugye... neki! Azaz, pontosan, ugye ez volt a függetlenség napjában, atomot a bestiáknak, de ugye ugyanez volt a katasztrófa film, ugye Armageddonban is, sőt a Deep Impactben is próbálkoztak vele, de ott legalább tudományosan adták elő. Tehát ott azért sikerült némi tudományt kicsiholni, sőt elég jót. Szóval a lényeg, hogy ez egy... Bocsánat, ne haragudj, hogy a szabadba vágok. Ezt nem bírom elviselni, feldolgozni. Hát nem tudományos az, hogy amikor közeledik egy nagy aszteroida, és veszélyben a Föld, akkor elmegyek amerikai fúrótornyokhoz, és ott fúrókat fogadok föl, mint NASA, hogy fölküldjem őket a világűrbe, hogy fúrjanak le az aszteroidába, hogy abban egy nukleáris robbantást végrehajtva robbantsuk föl, mielőtt elérni azt a vonalat, hogyha jól pattan szét és robban szét az aszteroida, akkor elkerülje a Földet. Hát ebben mi nem tudományos, Claudia? Semmi. Ez igen. Az, amikor könnyebb egy fúrót felkészíteni űrhajósnak, mint egy űrhajóst megtanítani fúrni. Fúrni, igen pontosan. Ja. Na, szóval a lényeg, hogy ez annyira tipikus volt, ez a hát akkor mivel csináljuk? Hát atombombával, hát persze, hát nyilván. Ezt így nem lehetne atombombával szerintem megoldani, de majd mindjárt megkérdezzük Miklóst. Hát az ezt alatt a magos manővert értjük, az biztos nem. Az Armageddonost amúgy meg lehetne oldani atommal. A magost ugye? Értettük. Igen, tudom. Az egy másik műsor, Miklós, igen. Az már volt. Ja, egyébként azt a műsort már megcsináltuk. Csak úgy időről időre megcsinálnám újra. De figyeljetek, hát szerintem nyilván nem. Tehát itt tényleg az nagyon jó. Tehát én azóta ezen ámulok, amit mondott itt Claudia az előbb, hogy amikor így, hogy mondtad, súroló ütközés jött létre a Theia nevű dolog meg a Föld között. És akkor ugye azóta ezen fantáziálok, hogy hát persze, hát két bazinagy bolygó elhúz egymás mellett, az például simán forgásba tudja hozni valami bolygónak a belsejét, sőt magát a bolygót természetesen, de hát ez trillió darab hiroshimai atombomba, vagy ezt egyszerűen nem tudom számokban kifejezni, vagy ha ki tudnám számokban fejezni, azt úgyse tudnánk elképzelni, tehát hogy itt egy akkora nagy energia különbségről van szó, hogy nevetséges. Hát gondoljunk bele, hogy a Föld egy attól a legnagyobb atombomba, amit valaha robbantottak, vagy nem is atombomba, hanem nukleáris bomba, ugye ez hidrogénbomba volt szerintem, a cár bomba, amit az oroszok robbantottak, amik az 50-es és 60-as években, és hát természetesen a Földnek egy ilyen meg se kottyan, tehát hogy nem az, hogy kiukad a kéreg, vagy valami ilyesmi, nem, tehát ez nem történik ilyesmi. A Föld az egy nagyságrendekkel nagyobb dolog annál, meg se nyekkenne, és ez a Föld magjára is egyébként halmozottan igaz, hiszen gondoljunk bele, éppen a rétegzettség miatt, amiről itt szó volt, ebből az következik, hogy iszonyatosan sűrű a belseje. Tehát, hogy a Föld tömegének a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része abban a belső részben, a magban, összpontosul. Hát nem véletlen, hogy eddig nem tudott ugye lefékeződni, és hát ez egy atombomba robbanás az annyi neki, mint mintha megfújnánk kb. Szúnyogcsipés. Ja, az. Igen, az. Tehát, hogy annyira a Földnek a magja ugye olyan mennyiségű energiával bír, hogyha leállna, most tényleg tételezzük föl, hogy leállna, akkor sem tudnánk egy darab atombombával, vagy még kettővel se újraindítani. De akkor tulajdonképpen viszont jól értem, és akkor visszautalva rád, Miklós, azért lenne remény a bolygó magjának újraindítására, például, ha valahogy elreptetnénk mondjuk a Marsot a Föld mellett, vagy a Földhez elég közel, és az bebikázna a mi magunkat?
nyilván mondjuk a pályánkra is hatással lenne, ettől most kicsit tekintsünk el. Hát figyelj, ha eltekintesz attól, hogy két bolygó, mert összeütköztetése, mert inkább ezt kéne hozzá. De mindenképpen két bolygó, kontaktálni de akkor kell. Eleve, tehát figyelj, hogyha lenne olyan technika, amivel egy mars méretű bolygót el tudunk vontatni, akkor azt mondanám, hogy akkor inkább ne a mars vontatására használjuk, hanem akkor használjuk azt a technikát arra, hogy beröffentjük a magot magunk. Nem? De igen. De mondjuk csak vontatni tudunk. Így berántod, mint a fűnyírót? Igen, úgy gondoltam ezt így ez alapján, hogyha ilyen szuper Kardasov ötös szuper civilizáció lennénk, aki bolygókat reggelizik, tehát hogy így semmiért, akkor valószínűleg meg tudnánk oldani. Hát az emberiség története során összesen elhasznált energia ehhez baromi kevés lenne. Akár a mars vontatásához, akár a maga beröffentéséhez, de hát figyeljetek, hát szerintem mondhatjuk, hogy a remény hal meg utoljára, de akkor lehet, hogy inkább azon gondolkoznék a helyükben, hogy hogyan tudnék generálni más módszerekkel egy ilyen mágneses védőernyőt, ami tudja helyettesíteni. Mert ugye a mag leállásával az a fő probléma, azt talán nem mondtuk ki még így, hogy az a fő probléma, hogyha megszűnik a mágneses tér a Föld körül, akkor ugye bejön a napszél. Ugye? És akkor úgy járunk, mint a Mars. Szép lassan elveszítjük a légkörünket. Igen, csak előbb még kihalunk, és akkor... A sugárzás miatt. Nincs, aki használja ezt a több eszám első szemét. Na jó, térjünk egy kicsit át a konkrét filmre. Melyik volt ez a momentum, vagy a filmnek melyik aspektusa volt az, ami számotokra a leg... Hát nem tudok máshogy fogalmazni, a legfelháborítóbb volt tudományosan, vagy az, ami tényleg sírva fogtátok a fejeteket. Mondjuk tudom, Miklós, te izgulsz az ilyen Z-kategóriákra, de hogy azért, ami már azért tényleg sok. Nagyon nehezet kérdeztél. Szerintem is, mert így kb. Az egész. De ugyanúgy ez az a film, hogyha így kinyomtatod a szkriptet, és elkezded egy ilyen szövegkiemelővel kijelölni a tudománytalan dolgokat, akkor gyakorlatilag tényleg az egész forgatókönyvet ki lehet jelölni, nem? Nem akarom ennyire elítélni a filmet, mert azért hangsúlyozom, és hangsúlyozzuk is itt a műsorban, hogy természetesen ez egy filmalkotás, egy fikció, egy tudományos, fantasztikus film, aminek nem is kötelező, hogy bármilyen tudományos alapja legyen, de nyilván mi itt a Parallaxisban azokat a filmeket és sorozatokat szeretjük igazán, ami azért egy nagyon izgalmas tudományos felütés dolgoz föl, vagy vázol föl legalábbis, és hát ez a film ez pont nem ilyen. Tehát az előbb elmondott Armageddon vagy Deep Impact esetében, ahol szintén nagyon sok a valóságtól elrugaszkodott tudománykodás. Attól függetlenül ez a film, ez még ezekkel a filmekkel sem említhető talán egy lapon legalábbis véleményem szerint. Hát abszolút igazad van, tehát ez még messze lejjebb van tőlük. Teljesen. Úgyhogy én inkább azt kezdtem el összeszedni, tudom, hogy nem ezt kérdezted, hanem pont az ellenkezőjét, de én egy ponton azt kezdtem el összeszedni, hogy van-e ebbe valami, ami jó. Hogy azért a pozitív oldalát nézzük. Megismerjük a Föld belső szerkezetét. Igen, az például elég jól leírja, nem? Igen, tehát, igen. Hogy Barackkal elmagyarázza a barátunk, hogy milyen a Föld belső szerkezete, hogy van egy vékony kéreg, néhány kilométer vastag, és aztán alatta van ugye a köpeny, és akkor van a külső maga, ami folyékony, és a belső maga, ami szilárd, ezt jól elmondja. Aztán és, ugye... amúgy azt tudjátok, hogy ezt hányadik osztályban tanítjuk ma? Na, hanyad? Nem tudom. Hetedikben, ami szerintem amúgy későn van. Tehát ugye hetedikestek ezt ma úgy tudnia kellene. Én szerintem gimnáziumban tanultam amúgy, tehát én nem tudom. És van egyébként légüres tér a Föld belsejében? Mert ugye a filmben ezt ja, hát is igen, látjuk. Ez is például ugye lehetetlen, ja, igen. Nyilván. Igen, hát a buborék nincs. Az följön. Tehát ugye pont emiatt a differenciálódás miatt, amiről volt szó, ugye ez nem lehet. De miért? Tehát mi az, ami jó? Például az jó, az például jól kitalálták, hogy hát ha valahol át akarnánk fúrni a kérget, ami tényleg a legvékonyabb helyeken mondjuk néhány kilométer, de hát a legvastagabb helyeken mondjuk a Himalájáknál akár 70 kilométer is lehet például. Tehát akkor nyilván az óceán ajzatra mennék, mert ott a legvékonyabb, és ráadásul azt is jól gondolták, hogy a Mariana árokban kell, ami a Föld, a tengerajzatnak a legmélyebb pontja,
ugye? Igazából azt is jól gondolták, mert egyrészt, hogy eleve közelebb vagy a célhoz, hogyha oda mész, és másrészt ott meg tényleg el van vékonyodva azon a területeken a kéreg, tehát például ez például nem volt egy baromság, hogy onnan küldjék le, igaz? Tehát a tengerszint alatti több mint 10 000 méteres mélységből, hát ott kell a legkevesebbet fúrni, hát ez például remek. Azt igen, már megkérdezzétek meg, volt. Hogy lehet ezekkel kommunikálni. Tehát, hogy ja, igen, ez a másik probléma a filmnek, hogy ott vannak 5000 kilométer mélységben, és gyakorlatilag mégis tökéletes a rádiókapcsolat a felszín irányító központtal. Tehát ezt így én se értettem. Igen, vagy... Na jó, hát már oké, de ha átállunk... Mert úgy kb. Szerintem ezzel kb. Be is fejeztük azt, hogy mi az, ami jó. Tehát, hogy mi az, ami úgy tudományosan rendben van. Tehát nem mondanak nagy baromságokat a Föld belső szerkezetéről, és jól mondják, hogy milyen vastag a kéreg, és azt is jól mondják, hogy hát igen, ezt nehéz lenne átfúrni, és hogy a legmélyebb, ahova ember lejutott, az mondjuk 10 kilométer mélyen van. Ez is igaz, és ehhez képest... Ugye ez még messze nem a legalja, de nem úgy, hogy ember, bocsánat, hogy az emberek által lefúrt bármi lejutott oda. Az olyan 10 kilométer, ha jól tudom. De hát innentől kezdve egészen fantasztikus dolgok történnek. A film koncepciójának van egy sarokpontja, méghozzá az, hogy bármi történik, és bárhogy tudománytalankodunk, attól függetlenül mindenképpen meg kell oldanunk, hogy ezek a szereplők lejussanak a Föld középpontjába. És ezt az írók úgy gondolták, hogy ezt azzal oldják meg, hogy lesz egy nyomásra, egy erőhatásra keményedő anyag, amiből ugye ez a szerkezet épül, a Vergilius, amivel ugye lemennek bebikázni a Föld magját. Tehát a lényeg az, hogy viszont ez sem tűnik azért nagyon tudományosan megalapozottnak, de számomra még mindig ez áll akár lehetséges dolgokhoz a legközelebb. Mennyire lehetséges egy nyomásra keményedő anyagot létrehozni, mondjuk egy későbbi, akár későbbi technológiai tudásunkkal? Ugye az angol eredeti szöveg erre a nyomásra keményedő anyagra ezt az unobtainium nevű anyagot találta ki, ami hát tulajdonképpen ez az unobtainium, ez egy ilyen angol-latin szójátékból képződött fantázia név tulajdonképpen. Most, hogyha nagyon az etimológiába belemegyek, akkor van ez az unobtainable, remélem jól ejtettem ki, megszerezhetetlen, és a latin ium szavaknak az összetétele, ami ugye általában ezeknek a kémiai, tehát ugye uránium, stroncium, ugye kémiai elemeknek a vége. És lényeg a lényeg, hogy amúgy az Avatarban is ez jelent meg, ez az anyag, illetve ugye a magban használták, viszont a szinkronos változatban inkább ilyen indiai nevet kapott, ez volt a párja nincsium. Úristen, igen. Én nem hallottam még magyar szinkronnal. Ez van benne? Hát ez szenzációs. Nagy szinkron megfejtések is megérnének egyszer egy beszélgetést. Viszont még nem szeretném elengedni ezt a témát, mert jó. Arra azért nem kaptam én itt a laikus választ, hogy ez a nyomásra keményedő anyag azért mennyire áll közel a valósághoz? Hát szerintem, tehát nincs, tehát van ilyen, hogy nyomásra tud keményedni egy anyagfajta. Az egy más kérdés, hogy milyen mértékben. Én most ennek nem néztem utána, de én őszintén szólva ezt abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy létezik ilyen bizonyos szinten, tehát bizonyos nyomás küszöbértékek között. Azt viszont egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek, hogy ez abban a nyomástartományban érvényesül, amiről itt szó van. Tehát, hogy azok az elképesztő nyomások, amik a Föld belsejében vannak, azok, hát hogy mondjam, tehát, hogy lényegében minden általunk ismert szilárdanyag, azon a nyomás és hőmérséklet viszonyon az ugye megolvad, ami a külső magban van.
Tehát most lehet, hogy ez egy túlzó kijelentés, lehet, hogy valaki majd beírja felháborodottan, hogy de van valami nem tudom milyen fantasztikus ötvözet, ami, de nem, én nem tudok ki erről. Tehát itt ezt én szerintem nem lehetne ezt a dolgot ilyen szempontból technikailag végrehajtani. Azt a fizikai elvet, hogy létezhet-e olyan, ami nagyobb nyomásra megkeményedik, azt mondom, igen. De azt mondod, hogy ja, és hogy ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy azt az irtozatos nyomáson és azon a hőmérsékleten, ami a föld belsejében van, hogy azon kell működnie, hát arra azt mondom, hogy hát azt nem gondolnám. Igen, ezzel teljesen egyetértek azzal, amit Miklós mond. Tehát én is abszolút úgy gondolom, hogy feltalálhatunk olyan anyagot, ami nyomásra keményedik, de hogy azzal a föld magjának a belsejébe és az ottani nyomást kibírjuk, az teljességgel lehetetlennek tartom. Plusz ugye hát nem csak a nyomást, hanem a hőt is, tehát azért ott több ezer fokok vannak. És a Vergilius kapcsán még egy dolog felmerül bennem, ugye ez a, ha jól emlékszem, ez valami ultrahangos vájó szerkezet volt, amivel ugye utat vájtak maguknak a föld magjához vezető úton. Ezt egy kicsit vizsgáljuk meg. Hát én azt mondom, hogy minden csak energia kérdése, mert hát ugye az ultrahangos fogkő leszedés, az például egy jó cucc, ugye azt gondolja a hollywoodi hogy ez az egész ugyanez nagyban, hogy ezt felskálázzuk, hát kicsit több energia kell hozzá, de hát amúgy miért ne lehetne szétrázni egy követ. Hát ez a kicsit több energia kell hozzá, ugye ez megint csak itt a probléma, tehát hogy nem az alapelvel van probléma, természetesen lehetséges, legalábbis bizonyos keménységű kőzeteket ultrahanggal szétszedni. Ugye mindez attól függ, hogy az adott anyagszerkezetnek ugye mi a saját rezgési frekvenciája. Ugye nem bonyolult dolgok ezek, ugye vannak itt ilyen molekulák közti kötések, meg mit tudom, vannak ilyen különböző dolgok, és akkor persze bizonyos fény, vagy akár hang, mint ebből az esetben ugye nyomás hullámmal, hogy a megfelelő frekvenciával böködjük a dolgokat, akkor és megfelelő intenzitással, akkor, hogyha pont eltaláljuk a megfelelő rezonanciákat, akkor elképzelhető, hogy szét tudunk porlasztani valamit. Igen. Tehát a maga az alapelv az igazából persze, hogy létezik, természetesen. Csak hát ugye megint, ahogy mondod, tényleg az, hogy itt gyorsan kell menni, iszonyatos, felfoghatatlan mennyiségben kell laprítani az anyagot, ráadásul ne felejtsük el, nem győzzük ugye hangsúlyozni, hogy a föld belsejében egyre nagyobb a sűrűség, tehát hogy iszonyatosan nagy sűrűségben van jelen az anyag, tehát megint csak ugye nagyságrendi eltérésekben vagyunk a világtól, ilyet nem tudunk csinálni. És hát ne felejtsük el, hogy egyébként hiába van baromi meleg, azért tényleg például a föld legbelsejében levő mag, az azért, és akkor ez egy válasz egyébként a korábbi nyomásra keményedős kérdésre, hát gondoljatok bele, hogy a föld belső magja az azért szilárd, mert hiába ott van a legmelegebb, de akkor a nyomás is, ugye, hogy nagy nyomáson ugye az olvadáspont is magasabbra kerül. Tehát hiába van rohadt meleg, de mégsem olvad meg a föld magja, mert annyira nagy a nyomás, hogy a legbelseje a szilárd tud maradni. Most képzeljétek el, hogy mennyire lehet sűrű az az anyag. De és hát ez nem. Tehát ez nem az, amit az ultrahangos fogkőleszedés az keresztül tud vinni. De tulajdonképpen jó ötlet volt, mert ugye két dolog jöhet ilyenkor szóba, hát vagy ez, vagy a lézer, és hát azért a lézerre nem sokra mentek volna. Ugye? De a lézer is benne volt a filmben. Tehát volt valami olyan rész, amikor... Ugye? Hogy igen, volt? Hogy ugye amikor mentek lefele, és ugye belefúrtak egy ilyen üres, ilyen geódába gyakorlatilag. Az geóda? Az miért geóda. Magyarázd el? Az mi az? Az egy kristály, biztos láttál már különben geódát, ez több különböző kristály lehet, ugye félbe van vágva, és akkor tudod, a külseje az ilyen rendesen szilikátos, és a belseje meg kristályos, és ilyen kis kristály darabkák vannak benne. Tök jó, mert most így ezt így el tudtam képzelni, tehát ez a formátum, ugye, ahogy Ádám szokta mondani, annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Most így megjelent. Ez remélem egyébként helyesen megjelent a képzeletemben egy geóda. És akkor ott van, hogy ebbe a geódába, hogy belefúrnak, az tönkre teszi a fúró lézereket, plusz kapnak egy kis lávát a nyakukba. Egyébként ebben is van egy ilyen logikai bukfenc, nem? Mert hogy ugye arról szól ez a jelenet, hogy ugye ebben tulajdonképpen egy légüres térbe esnek bele tulajdonképpen, ha jól értelmeztem, ugye a geóda belsejében.
És ugye azért kezd el a láva becsöpögni, mert ugye, vagy azért kezd el befolyni, mert ugye átlukasztották, ahogy bejöttek. Na de tulajdonképpen valójában fizikailag, hát abban a pillanatban, hogy gyakorlatilag utat törnek maguknak, abban a pillanatban az nagyon gyorsan megtelik lávával, hiszen a nyomás pontosan, az kiegyenlítődik. Sőt, hogyha most én nagyon szigorú akarok lennek, ugye nem is lávának hívjuk, hanem ugye magmának, mert ugye láva az már akkor láva, amikor a vulkánból kifolyt. Na, de amúgy igen, teljesen igazad van. Fú, de az milyen volt, amikor a mikrohullámú sugárzás lepörkölte és összeomlasztotta a Golden Gate Bridge-et. Azért az megér egy misét még, nem? Arra emlékeztek arra a pillanatra? Ugye egyszer az történik, hogy a Földnek a mágneses tere az ugye éppen jól megszűnik, mármint úgy lokálisan, mert hogy egyszerűen valahogy úgy képzelik a hollywoodi barátaink, hogy a mágneses tér megszűnése az olyan, mint hogyha valamilyen terítő úgy először úgy helyenként kiukadgatna. Ugye ez nem ilyen, persze. Ezt hagyjuk is. Mint az ózonjuk, összekeverték az ózonjuk. Ja, lehet. De egyébként lehet, hogy a ózon is benne volt, nem tudom, kicsit félállomban néztem már, azért ez hozzátartozik az igazsághoz, de szerintem úgy volt pont jó. Na és akkor az a lényeg, hogy... Minden néző így van vele, aki látta a filmet. És ott megjelent egy lyuk, hol máshol, mint San Francisco fölött. Ezek előszeretettel szeretik lezúzni a kaliforniai városokat, ugye, ezekben a filmekben. Na, és San Francisco sem maradhat ki természetesen rendszerint. És meg New York, tudod, szabadságszobor mindig ledől. Mindig megkapja. Na igen, de Los Angeles-t azt nem szokták bántani, de most arra is majdnem ráejtettek egy űrrepülőgépet ebben a filmben az elején. De mindegy. Szóval, San Francisco kinyílik a lyuk, és akkor az égből ott bedől a mikrohullámú sugárzás, amiről persze jól tudjuk, hogy halálos, olyan értelemben, hogy hát nem szeretik az élő sejtek, de hát azért nem olyan mértékben de halálos a díj. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy amikor az Apollo űrhajók kirepültek a Föld mágneses teréből, akkor mindjárt elporlattak, meg az emberek meghaltak, ugye jól tudjuk, hogy nem történt ilyen. Ehhez képest itt, amikor megszűnik a Föld mágneses tér, bejön a mikrohullámú sugárzás a nap felől, és az elég ahhoz, hogy gyakorlatilag rozsdásra porlassza a Golden Gate hidat, és természetesen az autósok belepottyannak, meg az emberek, meg mindenki szörnyet hal, ahogy ennek lennie is kell. Tehát valamilyen ikonikus épületnek mindig el kell pusztulni. De hát természetesen, ugye mondom, például egy jó érv az, hogy hát szerintem az üreszközök például egy jól mutatják azt, hogy azért meg az emberek, akik eljutottak oda, hogy azért a Föld mágneses terén kívül és oké, nagy a kozmikus sugárzás, nagy, durva, nem szereti az élő szervezet, de azért ez nem így történik, hogy hússel porladnak a cuccok. Hát ez jó hír. Viszont műsorunk végéhez közeledve arra kérlek titeket, néhány mondatban értékeljétek a filmet, mint tudományos, mint pedig mozi élmény szempontjából. Hajaj, 10-es skálán így, hát tudományos szempontból, ha beleszámítom azt, hogy a Föld magját amúgy nagyon jól megismerteti az átlag emberrel, másfél pont. De tudjátok, sokszor mondtam már, hogy én vagyok az, aki lepontozza, tehát hogy nem vagyok olyan kedves, mármint a filmekkel. Elnézést, nem szerepelt benne Gary Sinise. Ja, igen, és Bruce Willis sem, mert az Armageddont amúgy meg fölpontoznám. Na, jó, tehát tudományos szempontból nem. Na most nekem az volt a bajom viszont a mozi élménnyel, hogy olyan szinten nem tudtam elvonatkoztatni. Tehát ugye én ezt a filmet csak azért néztem meg, mert most itt beszélünk róla különben, soha az életbe nem jutott volna eszembe megnézni, mert már eleve tudtam azt, hogy tudományosan ez egy tudományos katasztrófa film. De mégis nagyon sokan szeretik. Szóval ez körülbelül ez a... Hát azt nem mondanám, hogy elpazaroltam az életemből azt a 2 órát, mert ugye ez olyan, mint amikor egy író elolvas egy ponyvát, hogy tudja, hogy mit nem szabad írni. Tehát, hogy egy tudományokban valamennyire dolgozó emberke is megnéz egy ilyen filmet pont azért, hogy bele tudjon kötni. Tehát azért ez nem volt időpazarlás. Még a másik, ugye, amin így
most ezt tudom, hogy csúnya lesz, de itt sokszor röhögtem, az a, ugye a szereplőknek a halála, tehát, hogy itt ugye megint ez a Armageddon stílusú, na akkor áldozzuk föl magunkat című dolgok, amik természetesen egy ilyen katasztrófa filmből nem maradhatnak ki, és ez is nálam már szinte ez az olyan rossz volt, hogy már jó. Ez jó, ez egy nagyon jó dolog, ez az olyan rossz volt, hogy már jó. Most a tudomány, most konkrétan azt kéred tényleg, most hogy tényleg azt kéred, hogy tudományos szempontból értékeljem a Mag című filmet. Hát figyelj, volt benne egy űrrepülőgép, ugye, ez jó. Hát ugye volt benne... Meg lenne az a másfél pont nálad. Tudod mit? Nem. Na, tessék, nem, és még azt nem, hittem, hogy alá, én vagyok alá pontoztam. Fél pont. De Ádám, te sem maradj ki ebből, mert neked is állást kell foglalnod. Mozi élmény szempontjából olyan gyanús közepes, mert minden klisé benne volt, ami kell. Tehát, hogy triviális karakterek, triviális dolgokat csinálnak, tehát az összes ilyen hollywoodi hogyan főzzünk mozifilmet című dolog, ez benne volt, tehát minden kellett bele, kellett a nő, kellett a feka, kellett a probléma, kellett a, kell a szerelem. Bajkeverő professzor, kellenek a hülye halálok, kellenek az összeomló ikonikus épületek, tehát minden ilyen kötelező elem az ki van pipálva, na mindegy. Szerintem nem, ilyen értelemben nem rosszabb, mint a bármely. Tehát, hogy jó, oké. Mozélvény szempontjából 4-es. De mivel én perverzióból szeretem ezeket nézni, nekem perverziómat jelent, tehát a saját szubjektív skálámon viszont 10. Az, hogy tudománytalan, az tényleg engem borzasztóan zavar, és nem csak az, hogy tudománytalan, mert nagyon sok film van, amit nem tudományos, és én sem vagyok tudós vagy kutató, de amikor tényleg minden mondaton fel tudok nevetni, nem sikerült ezt igazából jól megfogni. Én azt gondolom, hogy amúgy a készítők szándéka sem volt az, hogy ezt minél tudományosabb alapokra helyezzék, és hát, mint szerintem a mai beszélgetésünkből kiderült, nem is lett volna értelme, mert tulajdonképpen magához a cselekményhez is annyi megoldást kellett találni az íróknak, amiket nyilván csak borzasztóan elrugaszkodott, tényleg tudománytalan dolgokkal lehet. Az élmény szempontjából pedig azt gondolom, hogy engem eléggé idegesítettek a karakterek, nem tudtam megkedvelni őket, igazából mindenkinek a halálát kívántam csak. Mindenesetre köszönöm nektek, hogy sor került a film kibeszélőjére, mert hát nagyon-nagyon-nagyon régen vártam már, és ahogy sor került erre a kibeszélőre, ahogy sor került Claudia arra a repülésre, amiben az évadnyitónkban beszéltél. Kérlek, foglald össze pár szóban, hogy mit tettél, és mit csináltál nemrég, amiért én ennyire irigykedek. Na most itt van egy kis probléma, mert nem én repültem, hanem a férjem. Ettől függetlenül nyilván el tudom mondani, tehát nem rám kell irigykedned, hanem Te nem kihagytad ezt, mert hogy akkor pár szóban azért összefoglalom a kedves hallgatóknak, ugye az évad első adásában arról beszéltél, hogy hazánkban is lehet civilként vadászgépen repülni, és én úgy gondoltam, hogy erre te sort kerítettél, de hát akkor kiderült, hogy csak a férjed, hát hogy maradhattál ki ebből, Claudia? Hát úgy, hogy ez nagyon gyorsan jött ez az egész, tehát így kezdtünk utána nézni, most ugye így benne vagyunk ilyen repülésekben, ugye volt hőlégballonozás, siklóernyőzés, és így utána néztünk az interneten, és hát talált a férjem egy ilyen lehetőséget, hogy L-29-es delfin vadászgéppel lehet repülni, ha mármint, hogy természetesen a pilóta repülte, meg ülsz hátul, és azért nem repültem én, mert a pénztárcám némi neműleg szűkös volt, meg a bankkártyám is. Milyen hosszú volt ez a utazás? Maga a repülés az olyan 20 perc, de ez ugye úgy nézett ki, hogy oda mentünk, akkor ott először is kapott egy kiképzés, tehát hogy... Gondolom, ejtőernyő, katapult. Ejtőernyő, katapult, hogy néz ki a gép belülről, mit csináljon, hogyha katapultálni kell, persze nem kell. Ne nyom meg a gombot! igen, az meg is volt, hogy így beült,
volt, és akkor hogy megmutatták neki az összes kapcsolatot, és így az volt odér, vagy az azt mondták neki, hogy így semmihez ne nyúljál. Kivéve, ha katapultálni kell. De hát ugye ezt nem kellett. Aztán ugye a kommunikáció, tehát hogy tudják a pilótával ugye tartani a kapcsolatot, milyen esetleges kódszavak vannak, hogyha valamilyen veszélyhelyzet van, tehát hogyha katapultálni kell, és ezeket szépen megbeszélték. Na, a lényeg, hogy 20 perc volt maga a repülés, és ugye egy ilyen gépnek a végsebessége az 655 km/h, ezt a férjem úgy érzékelt, hogy felszálltak Pesten, majd 2 perc múlva ott voltak a Velencei tónál. És akkor a repülés közben ugye hát ő szerette volna a különböző G-hatásokat, illetve a 0G-t is kipróbálni, úgyhogy ilyen 3G-k is hatottak rá, mondjuk fordulás meg, hát különböző ugye csavarokat, orsót, átfordulást csinált vele a pilóta, illetve ugye zuhanásokat is, és akkor néhány másodperc erejéig, úgy 10 másodperc erejéig megtapasztalhatta a 0G-t, tehát amikor nincsen gravitáció. Úgyhogy egy kicsit olyan lehetett, mint egy űrhajós. De erről lesz fönt videó a Bakonyi Csillagászati Egyesület Facebook oldalán, és a YouTube csatornánkon is. Fú, meg kell mondjam, csúcs dolgok történnek veletek, hiszen Miklós, te pedig október 7-én tettétek közzé kutatási eredményeiteket, amelyek új megvilágításba helyezik a 34 millió évvel ezelőtt bekövetkezett az élővilágot is sújtó ősi klimatikus esemény ok-okozati összefüggéseit, amely elősegítheti már, mint a kutatás a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértését is. Kik vettek részt a kutatásban, és mit jelent ez pontosan? Hát a hallgatóknak inkább azt ajánlom, hogy az ezt taglaló cikket azt olvassák el a parallaxis.emtv.hu-n, ahol egyébként az előtte általad emlegetett október 7-i napon megjelent erről egy írás, és igen, itt az az ötlet, hogy megfejtsük, hogy miért és miért nem, tehát de miért fagyott be az Antarktisz 34 millió évvel ezelőtt? Az Antarktiszon nem mindig volt ám jég, a dinoszauruszok sétálgattak, de ez csak 34 millió éve van így. De viszont hát az egy nagyon nem triviális kérdés, hogy miért pont akkor és miért úgy fagyott be, hiszen már korábban ott volt a déli sark környékén ez a kontinens, a kontinensek ugye mozognak, de már a kréta korszakban ott volt az Antarktisz, de hát akkor mégsem volt befagyva. Ennek mik az okai? Na hát ennek mentünk utána laborkísérlettel, geológus, fizikus, csillagász kollégák voltak benne ebbe a 10 fős csapatban, úgyhogy most nem sorolom fel, hogy ki hol dolgozik, de jellemzően az ELTE-n és környékén, illetve az 5-ös Lorentz kutatási hálózatban, és kollégáink Cottbusból, Németországból, akik részt vettek ebben a projektben. De hát ez egy hosszabb téma, mindesetre szerintem egy nagyon érdekes eredmény, nyilván úgy gondolom, mert különben nem írtuk volna le, úgyhogy akit érdekelnek a részletek, az keresse az erről szóló cikket a parallaxis.emtv.hu-n. Mindenesetre nagyon gratulálok az eredményekhez, és hát hajts rá a Nobel-díjra, az nagyon sokat segítene patronálókat találni, vagy megdobná a lehetőséget, hogy mi is vadászrepülőgépen utazhassunk Klaudiával. De jó, 10 millió svéd koronát rögtön be lehetne folyatni a Parallaxis kasszájába, persze. Ja. Igen, hát ti pedig kedves hallgatók, ahogy Miklós is mondta, részletesebben olvasnátok a kutatásról, akkor kattintsatok a parallaxis.emtv.hu oldalra. Még több tudományért és fantasztikumért pedig kövessetek be minket Facebookon, valamint hallgassátok Miklós kozmikus háttérműsorát, a Szokkal Ébresztőt is. És ne felejtsétek el, hogy október 17-én Csabával és Miklóssal Parallaxis élőben a Friends of Star Trek a Vault 51 Gamer Barban. Ez egy nyelvtörő is lehetne. No, a következő Parallaxis Podcast pedig október 28-án érkezik. A műsorban az idei Nobel és Ig Nobel díjasokról fogunk beszélgetni, ez nálunk már csak hagyomány, egyfajta hagyomány is, és ugyancsak Klaudia és Miklós társaságában fog ez megtörténni. Addig további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ivan és Rigel Klaudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!
nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.